Egy keserűt, egy vodkát, vagy két keserűt, két vodkát. Ebben nincs színezék, szerencsére viszont van benne aroma. 22-25%. 22%-os vodka. Viszont a 220 forint, fél deci, egy liter, az 4400 forint. Ott az a kor, igen. Köszönöm. Egy kevertet szeretnénk. Drága. Drága, drága. Hát ezért kell nagyobb kiszerelésbe venni. Hát akkor meló előtt, még mielőtt nekikezdünk, ígyunk egy vodkát. Jó. Hát jó reggelt kívánok, itt vagyunk a helyszínen, Zoli és jó magam, inni fogunk. Azért vagyunk itt, hogy a magyar építőipar ébresztő italát, a magyar gazdaság kenőolaját kipróbáljuk. Boltban kapható kis kiszerelésű finom rövid italok. Végig fogjuk őket kóstolni. Víz, gabonaszesz, aroma és 150D. 2018. augusztus 13-án gyártották, hát nem lett sok ideje szegénynek, lehet, hogy még érhetett volna egy picit. Érzed, hogy a ízében ott bujkál a héjkesernyéje, a magzamat? Kellemes hosszú utóíze van, itt érzem még, ahogy bujkál a számban, és keresi a helyét az ízpalettám. Harmonikus ital, egy picit az édesség felé billen. Szaktudás és szeretet. Én kólával nem csapnám agyon. Azt nem érdemli meg, vagy hogy teába bújtassuk. Ugye amennyire a vodkánál azt éreztem, hogy ilyen hideg, orosz reggelek, éjszakák, itt azért a karibi hangulat az érződik. Víz, gabonaszesz, aroma és színezék van benne. Hogy csökkentsék az ökológiai lábnyomot, kevesebb gyümölcs, kicsit rásegít a szízzel, mérhetetlen mennyiségű gyümölcs kellene egyébként, akár ennyi pálinka elkészítéséhez is. Gyerekkorom illatait érzem vissza. Bármint gondolom, valamelyik rokonod lehelletében. Az van, hogy előre meg lehet mondani, milyen íze lesz. Roncsolja az ízeket, hogy ez jóval hidegebb, mint az ideális. Szájban teljesedik ki az íze, de meglepően rövid a lecsengése. Ez talán nem árt. Az építőipar unikumja. Próbáljuk ki. A színe mindenképpen megkülönbözteti a szilva pálinkától. Egészséges, jó a gyomornak, gyógynövények vannak benne. Kellően fajsúlyos ital. Komolyan mondom, hogy ez egészen hozza az unikum ízét. Igen, de rögtön a második pillanatra mégsem. Ez szokás kérdés, hogy az ember melyiket kóstolja hamarabb, mert hogyha ezt kóstolod hamarabb, ehhez szoksz hozzá, akkor az unikum lényegesen másabb. Ugye mindenképpen a kiszerelésnek a javára irandó, hogy el lehet rakni egy csomó helyre, feltűnésmentesen meg tudod közelíteni a bármilyen beengedő ember, átnézhetnek. Szerintem lépjünk a komolyabb piacokra. Két nehezebb ital közé be lehet sűríteni. Tipikusan olyan ital, amit úgy csúszik le, hogy észre se vetted. Gyengébbik nem. A női munkavállalók, a koránkerők itala. Egészség. Őszintén bevallom, én nem vagyok az a kemény ivó. Nekem ez az én szívemhez, én világomhoz, az én munkamorálomhoz közelebb álló ital. De azt hiszem a romantikus emberek itala, nem? Ezt mondhatjuk. Nem tagadom. Idealista vagyok. Nem minden brandy konyak, de minden konyak brandy. Ez valószínűleg egy konyak. Én azt gondolom, hogy ez nem a klasszikus francia konyak. Ebben van egy kis magyaros csavar. Kellemesen olajos. Nekem bement a kesztyűm alá, úgyhogy én ezt meg fogom tudni őrizni hazafelé is, és tudom szagolgatni. A rövid italok királya, csavart kevert likőr. Örülök, hogy veled iatom ezt meg itt a körúton kívül. Ugye azért ez azoknak az embereknek jó, akik azért keresik a lehetőségeket. Tehát kinek jut eszébe rumhoz még császárkörtét keverni? Banános illata van. Nagyon gyümölcsös, de mégis ilyen sejmes korty közép. Én azt gondolom, hogy ha az ember ilyeneket iszik munka előtt, munka közben vagy munka után, akkor egy ünnepi hangulatot tud maga köré varázsolni, akár egy ilyen építkezésen is. Számomra a konyak, az én szeretem megadni a módját. Üt, hogyha kell, kényeztet, hogyha kell,
minden tud, amit egy italnak tudnia kell. Én azért a kevert mellett maradok. Én azt gondolom, hogy magyar munkás nem megy el Németországba, mert Németországban ilyen italt nem fogsz kapni. Tehát ez az, amivel itthon lehet tartani az embereket, és a magyar építőiparban lehet tartani az embereket.